Mondanék, kérlek szépen, három mással hangzott. SDB. Mi jut eszedbe erről? Hát, hogy hogyan jutott ide az ország, arról lehet az SDB kapcsán beszélni. Az SDS-ként híresült el, Szabad Demokraták Szövetsége, de tulajdonképpen Szabad Demokrata Ballaszt. Tehát a baloldal szétverése, a Dugovics Titusként való magával rántása, a közállapotok szétzúzása, a hihetetlenül elburjánzott korrupció és mindenek alapján ezt a Szabad Demokrata Ballasztot lehet elsősorban megjelölni, és hogyha erre példát akarunk ennek a működésére, és hogy mondjam, álmok futására felhozni, akkor a főváros tudnánk leginkább, ami a magyar rossz gazdálkodásnak is az állatorvosi lova. A BKV ügytől, a metró építésen át, az álszakértők tömegén keresztül, akik óriási pénzeket kapnak, több milliót havonta, de még a metrónak a nyomvonalát sem tudják tartani, és a 4-es metró bejut a 2-es metróba. Az a pofátlan munkavégzés, idézőjelben mondva a munkavégzést, jöttem befelé, hát láttam, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úton a metró építés költségeiből még arra is telik, hogy kicseréljék a járdaszegélyt, meg díszburkolatot tegyenek a járdára. Minek? Hát itt sokkal fontosabb feladatok vannak. Ahogy te ezt nagyon jól elmondtad, minek ilyen leveleket írni, nem tudom mi hány millió forintért szétküldeni. Na, de itt milliárdokról van szó. Ha jól emlékszem a számra, 17 milliárd forintba kerül a Fővám térnek a rendbetétele. Hogy a rendbetétel mit jelent? A monarchia idejében a vásárcsarnokból egy csúszdán lehetett elérni a rakpartot, azért, hogy amikor jöttek a vásározók, azok könnyedén tudjanak pakolni be a csarnokba. Hát a metróvonal, meg a metróállomás miatt ez megszűnt. Most már csak szemétszállítására használták, mert az alsó rakparton gyűjtötték össze és vitték el a vásárcsarnok szemetét. Mit csináltak? A közgazdasági egyetem épülete mellé építettek egy szemétledobót. A villamos nem tud úgy átmenni a Szabadság hídon, hogy meg ne várja az ellenforgalmat. Arra hivatkoznak, hogy mindenütt így van a világon, hogyha régi a villamos. Nálunk 100 éven keresztül erre példát nem lehetett látni.